köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, aksağı tökü doluğa, yargı tekim köptürük. Ökkenin sakta kaymağı, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt nézőim, ismét a Kisgazda szemmel műsorát látják, ahol egy nagyon szép férj-feleség ül mellettem, Pongrácz Imre bátyám, illetve felesége Juli néni, vagy Jucika néni. Juci is elég. Jó, legyen Juci. Nem kell. Ők a Kisgazda pártnak régi tagjai, és ha jól megnézik, olyan egyenruhában vannak, olyan magyaros egyenruhában. Kinek volt az ötlete, hogy ezt a ruhát úgy egységesen megcsináltassák maguknak? Hát az 50. házassági évfordulónk alkalmából varattuk meg a magyar ruhát. Vagyis hát két templomba eskedtek bennünket újra. Kettőben egy nem volt elég? Hát a férjem, én katolikusok vagyok mind a ketten, de a férjem retei református templomba járt templomba, mert nem volt katolikus, és az anyosom mondta, hogy menj csak oda, ott jót tanulsz, menj csak, ha oda nem tudsz, ott is Istenről hallasz. Aztán nagyon a szívébe zárta azt a közösséget, azt a etei indító gazdavilágot, és hát mikor elmentünk a tiszteletes úrhoz, hogy mondja már, hogy van-e a református liturgiában az aranylakodalomra valami? Van! És akkor mindjárt fölnyúlt, és úgy örült, azt mondta, hogy szeretne ebből hagyományt csinálni, és akkor gyönyörű beszédet mondott, és újra ő is összeadott bennünket, ugyanúgy, mint a katolikus templomban. Ott is nagyon örültek nekünk, hogy és 110 voltunk, szabályos, igazi lakodalom volt. Na most egy kicsit kujon akarnék lenni, azt kérdezteném, hogy volt mászészaka is? Igen. Na, ennek örülök. De van egy másik kérdés, ebből az egész bevezetőből adódik, hogy mivel két templomba jártál. Igen. Láttál valami különbséget a két vallás között? Hát az igazság az, hogy Kisbére kerültem polgáriba, és hát ott a katolikus templomban minden vasárnap két sorba álltunk végig kollégisták, és valahogy az etei református templomba elhangzottak, azok jobban a szívembe. Tehát közelebb állt hozzám a református, áll hozzám a református hit, mint akkor. Ugye a nagymám mindig azt mondta, hogy... Kicsit hangosabban, mert lehet, hogy nem hallják. Azt mondta, hogy hát a katolikusoknál hókusz-pókusz. Uh-huh. Ugye a reformátusoknál nincs, és hát valahogy ugye a lelkembe is tisztábbnak éreztem, vagy egyszerűbb. Egyszerűbbnek. Igen, igen, igen. Szóval én is, ha kötelező volna egyházat választani, és nem elégednék meg a Jézus Krisztus megváltásával, akkor én is a református egyházat választanám. Egyrészt azért, mert tényleg sokkal kevesebb a hókusz-pókusz, és tényleg olyan tiszta a magyar nyelven, és magyarságról beszél általában a református lelkész, és az aktuális társadalmi, politikai kérdések sem vannak kikerülve, hanem azt mondja, hogy igen, hát idősebb Hegedűs Lóránt professzor urat sikerült megismernem, és egy olyan csodálatos lelkipásztor volt ő, aki a magyar irodalomban teljesen otthon volt, verseket kívülről mondta, és olyan tiszta logikával, magyarságtudattal,
hogy ő volt az, aki úgy megnyitotta nekem a református egyházat, és megmondom őszintén, az ifjú Hegedűs Lóránt sem. Az sem nagyon marad el a édesapjától. Tehát valójában a magyarság számára mindig a református istentisztelet és a református egyház volt talán közelebb. De mióta vagy kisgazda? Még annyit az előbbihöz, hogy nem akarom megsérteni a katolikus hitet a öreganyám által használt hókusz-pókusszal. Viszont most sokszor megyünk Mezőrre, ami 22 kilométerre van Kisbértől, és ott van egy olyan csodálatos katolikus pap, Szabó Gyula, aki olyan istentiszteleteket tart, ahol megbeszéli a napi, a világ, a Magyarország problémáit a hívőknek, elmondja, és rövid beszédet mond a hittel kapcsolatban, mi kötelező. Tehát ez egy forradalmi ember, aki egész Magyarországért sokat tesz, ez a Szabó Gyula. Oktatás. Aki azt is tudja, hogy kik voltak 3x3-osok a papok közé. Minden pap megvan. Hát igen. Kutatja. Szóval ebben teljesen igazad van, hogy a hitnek a tolmácsolója az embere válogatja, hogy mennyiben tudja egyrészt az emberek által érthető módon és adaptálható módon a mindennapokra átültetni a hitet. Szóval én is mindig azt mondom, hogy a hit, a vallás az nem vasárnapra szól. Az a hét minden napjára és minden percére. Igen. És amikor az egyház nem a bűn és a jó és a rossz dolgot ugye elkerüli, hanem általánosságba beszél, akkor az emberek úgy üresek maradnak, hogy na most akkor én jót cselekszek, vagy rosszat? Tehát nagyon fontos az, hogy az egyház az a napi problémákkal, a társadalom napi problémáival is foglalkozzon, és hiszem azt, hogyha elfogadjuk Jézus Krisztus tanítását, és elfogadjuk azt, hogy Jézus Krisztus a szeretetből volt az, aki, és nekünk a Jézus Krisztusi természetet kellene példaképként elfogadni, akkor Magyarország is sokkal jobb állapotban lenne. Hát igen, és a Szent Koronát, ugyebár, ami ugye Jézusi, a Magyar Szent Korona. Na, hát akkor tudom, hogy ez a kedvenc témád, és kutatod, értelmezed. Hát annyira nem, mert arra kevés időm van, de nagyon nagy rajongója vagyok, és szerintem a magyarságnak egyrészt a szkítai őshithöz is vissza kellene térni. Ugye a csángók, ahova Csíksomlyóra most már 5. éve először elmentünk, aztán minden évben megyünk, és ugye, hát ott van Baba Mária, ami ugye a több ezer éves Isten anyánknak a szimbóluma, és nekünk ugye, nekünk nem az ószövetségi hit a mi ősi gyökerünk, hanem nekünk a szinte a magyar népmesékben leírt igazságok, bölcsességek és a jézusi szeretetvallás az, ami a szkíta vallás, ami ősgyökerünk. Mert ugye a református is, meg a katolikus vallás is elég keményen benne van az ószövetségi gyökerekbe. És de nekünk nem az a gyökerünk, nekünk a szkíta vallás a gyökerünk, ami jézusi, ami Jézusnak és Jézusnak az igazságai szerint kellene a papoknak is prédikálni is, meg azt szerint kellene élni is. Tehát jó lenne egy kis megújulás úgy a református vallásba, úgy a katolikus vallásba, egy kicsit visszatérni a szkíta gyökereinkhöz, és az ősi történelmünkhöz. Értem, hogy mit mondasz, de a Magyarország jelen problémájára tud iránymutatást adni mondjuk az ősi magyar vallás? Hát például a katolikus, főleg a katolikus egyházvezetőknek például kellene kérni a Szent Koronán alapuló ősi alkotmányunk jogfolytonosságának a visszaállítását. Ugyanis
ugyanis ez az mostani borzalmas világ történéseknek az egyedüli alternatívája, a mi ősi alkotmányunk, és az azon alapuló szeretet és megbocsájtás. Tehát Tóth Zoltán József óriási, fiatal, 41 néhány éves jogtörténészünk mondja, hogy 7 év alatt, ha visszahoznánk a jogfolytonosságot, akkor 7 év alatt az összes jogrendszerünket át lehetne alakítani, és a világnak meg lehetne mutatni, hogy ebből a gyűlölködő, egymás ellen uszító világból hogyan lehet áttérni a mi ősi szeretett vallásunkra. Ezeknek a jog dolgoknak, úgyhogy a létfeltételét az embereknek nem szabadna elvenni, például most a magyar föld tekintetében, hogy igenis, mert a legnagyobb magyarok azok a mi parasztőseink voltak. Miért? Mert idáig édesapámnak még ott van a toll a leventekori sipkáján, ugye, ami a turulmadarunkat jelképezi. Tehát a mi apánk még idáig elhozták azt, ami minket magyarrá tesz. Mi tesz minket magyarrá? És miért a legnagyobb magyarok? Ők. Mert idáig elhozták az imát, a nyelvet, a dalt, a táncot, a hagyományt. És miért fontos, hogy a faluba a paraszt gyerekek, fiatalok kapjanak földet? Azért, hogy ezt a hagyományt ők tovább vigyék. Mert igenis a parasztság a letéteményese ennek a hagyománynak, a továbbvitelének. Most már nagyon szép mozgalmak vannak városszerte is. De ugye a táncházmozgalom, és hát ezek a gyönyörű mostani előadóink óriási módon szívják magukba a fiatalokat is, a városokba is, de az igazi gyakorló, kereszténység igenis, és legjobban még Erdélyben, különösen a Csángovnál találjuk. Meg ezeket meg ugye az ősi kereszténységnek is ők a gyökereink. Uh-huh. Őnekik még Krisztus a legnagyobb táltosuk, uh-huh, a Csángovnak. Igen, itt említetted a magyar föld kérdését, de ha jól tudom, a pároddal együtt elindítottatok egy olyan mozgalmat, amely épp a magyar föld védelmét és megtartását szolgálná. Erről ha egy pár szót mondaná. Még az első kérdésed volt, hogy mióta vagyok kisgazda. Igen, arra nem jutottam. Kicsit hosszúra Juci nénivel szépen el tudtunk beszélgetni. Hát igazság szerint 6-7 éves korom. Nem szó szerint érteni, de engem az édesapám mindenbe belevont. Nekem mindent kellett csinálni. Ahogy nőttem, úgy szabta rám a feladatokat. Nem bírtam föltenni a töltőekét, amivel a kukoricát töltöttem, ő föltette, azt mondta a kisfiam, majd a János bácsi meg a Józsi bácsi arra szánt, vagy csinál valamit, szólj neki, és mikor menne haza, oda megy, azt föltezi. Mert levenni le tudtam, mert leesett. Tehát innen elindult, én arattam 7 évig, anyám karórát ígért, mikor 11 éves voltam, de hát én nem kaptam, aztán 3 év múlva mondtam, ugye mama most aranykaróra lesz, már is nevetett rajta, de hát azt se kaptam. Na most ugye ezt végigéltem, és Esztergomba kerültem 72-be vissza, szemüvekkel egy járba, és akkor ott találkoztam egy Csóka Ferenc nevű nagy darab kulák emberrel, aki alföldön élt, és kisemmizték, és Esztergomba menekült el. És hát ő vele mentem, nekem volt autóm, és mentünk mindenhova, ahol kisgazda gyűlés volt, és próbáltuk az embereket egy kicsit ez irányba terelgetni. Melyik évben volt? Na, hárja, az nem 72-ben. Hát nem. Akkor mentünk oda. Dehogy is 60. 60. Na mindegy, hát az... 70-es évek. Na, 70-es években. És ezt a törvény őrei hogy törték? Hát végeredményben a mai napig ugye én egy rossz ember vagyok, mert... Attól függenek a szemében? Igen, hát a mustoltestvéreim
csak így nevedem őket. És hát aztán ugye ez megszűnt, és akkor volt a privatizációs lehetőség, és akkor 94-ben privatizáltam. Fölvettem 65 millió vettem föl, és vettem 910 hektár földet, 1105 Holstein szarvasmarhával, teljes gépparkkal, 72 emberrel, akit lecsökkentettem 31-re, és sajnos a Pongrász Tibor indult Komárom megyébe, a Keletivel szemben, mint országgyűlési képviselő, és az én tanyámon volt egy ilyen kortes hadjárat, és hát akkor láttam a Pongrász Tibort először, jött velem szembe, ő megismert, vagy tudta, hogy én ki vagyok, és akkor férjének, vagy a lányának bemutatta, hogy a környék egyik legnagyobb földtulajdonosa, és nagyon udvariasan, intelligensen, de különösebb aztán nem volt, csak ugye elvittem oda, hogy hova üljön le, és ettől kezdve rám szálltak a kommunisták. Pedig nekem a Pongrász Tiborral semmi különösebb kapcsolatom nem volt. És akkor apeknál minden, persze, könnyű magának, mert a Pongrász Tibor, hát én megkérdezik a pongrászokat, hogy rokonuk valakinek, nekem rokonom, hát nem, ugye. Hát aztán innen sajnos tönkre is tettek, mindegy. Úgyhogy kibírtuk, hát most küzdködünk a földért, hogy Magyarországon mindenki megkapja a sajátját, visszakaphatja a zsebszerződéseket. 5 bírósági tárgyalást vesztettünk el. Mert el kellett, hogy adjuk, mert az összes támogatásokat... Hát tönkretettek teljesen. A Keleti Györgynek a hatására az APEC önkényesen, ugye akkor 30% volt a kamat, és 22%-ot az APEC-nak kellett volna kifizetni, mint reorganizációs kamattámogatás, és ezt visszafogták. És így csődbe kerültünk. Csődbe kerültünk, és hát... Uh-huh. Aztán más megoldás nem volt. Egy ügyvéd ismerősöm azt mondta, hogy mert fel akartak számolni, hogy azonnal hirdesd meg külföldön, fiam akkor már kint tanult, és jött egy orvos, házaspár, megvették a haszonélvezeti jogot. 8 évig használtuk, illetve 9-ig, és hát 98-ban vártuk a bíróságra, hogy zsebszerződésünk van, vissza akarjuk csinálni. Első, másod, harmadfokon elvesztettük, megcsinálta azt az osztrák ügyesen a bíróság segítségével, hogy még a bérleti szerződést is elvesztettük. És ott a gépeink, kombájnok, minden, és ugye nincs föld. Most egy pillanat rájunk meg. Tehát, hogy értsék a nézők. Ti kötöttetek egy zsebszerződést, úgy mondjam, igen, egy osztrák vállalkozóval. Igen, mert csődbe vitt bennünket. Mert csődbe, de volt, mert egy politikai koncepciós eljárás. Persze. Volt. És akkor hány év után? 8 év után? 9 év után. 9 év után bírósághoz fordultatok, mondván, hogy ezt a zsebszerződést vissza akarnátok vonni. Ez mikor volt? 2008-ban. És 2008-ban a bíróság végig a zsebszerződés birtokosának adott igazat. Igen. Az osztráknak. Igen. Milyen szintig mentetek el? Legfelsőbb bíróság. És a legfelsőbb bíróság is? Az is. Ez egy most egy azért fontos és egy igen, érdekes dolog, mert a jelenlegi kormány épp arról próbálja meggyőzni az embereket, hogy a zsebszerződéseket semmissé kellene tenni, és közben van olyan bírósági döntés, amely a zsebszerződést helyben hagyta. Igen. Na most... Várjál, most maradjunk, mert mint kisgazda és mint politikai pártnak a tagja, én megpróbálom ezt jogtechnikailag a mai helyzetre adaptálni. Igen. Tehát most ezek a peranyagok megvannak nektek? Meg. Jó, akkor
megbíznád mondjuk a kisgazdapártot, hogy e anyagoknak az áttanulmányozásával per újrafelvételt kezdeményezzen? Igen, de hadd mondjam még el, mert nincs vége. Na most ugye beszéltem én, most nem mondok én neveket, Zándjánnal kezdtem, de aztán őt ugye kitették sajnos. Írtam a mezőgazdasági miniszternek, a Fazikas úrnak, a válasz nem jött, illetve fölhívott egy osztályvezető, és mondta, hogy elmehetek, de ebben nem tud segíteni. Mert? Ennyi. Hát, és akkor én eljutottam odáig a fiammal, hogy mégiscsak valamit kellene csinálni, és beadtuk a járási ügyészségre. Járási ügyészség áttette a megyeire, a megyei visszaírt, helybe hagyta a bírósági döntést, és nincsen bűncselekmény. Ugyanis június 30-áig az volt a törvény, vagy a hiedelem, vagy a szöveg, hogy aki beadja, fölfedi saját magát az eladó, vagy a vevő, vagy az ügyvéd, vagy az üdés, akkor nincs büntetés. Ez így lezajlott. Nem nyugodtam bele, és akkor beadtuk a országos legfelsőbb ügyészségre. Szeptemberben kaptam egy levelet. Melyik év szeptemberében? Most. Igen. De ez az idén zajlott már ebben az évben. És kaptam egyet, hogy sok elfoglalatság miatt később fognak válaszolni. Hát most várjuk a választ. Most várjuk a választ, mert ugye most már meg november vége lesz, tehát úgyhogy az a helyzet ezzel az egésszel, hogy ugye a kormány elmondja ezt, azt, amaszt. Főhívtam a budai urat, aki nagyon rendes volt korábban, főhívtam, akkor azt mondta, hogy nem tud foglalkozni a dologgal, mert állami ügyei vannak. Most pár napja nagyon aranyos volt, rögtön fölvette a telefont, és mondta, hogy ha majd hívjuk vissza, megpróbál valamit segíteni, vagy hát utána nézni. Még nincs törvény. De aztán mondta, hogy de jobb, ha várok, mert egy 2-3, maximum 4 héten belül jön meg a törvény a zsebszerződésekre. Na most várunk. Na most még annyit, hogy 19 féle zsebszerződési trükköt egy úgynevezett, Ányán professzor szerint zsebszerződés kutató, a Rosszik Péter, a Biokontroll Hungáriának az igazgatója, és hát most arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a 19 féle, mivel beadta a kormánynak ezeket a trükköket, hogy erre vonatkozóan majd meghatározzák egyáltalán törvényben az, hogy mi is az a zsebszerződés. Mert addig, míg azt nem definiálják ezeknek a kutatásoknak alapján, addig az a bíró, ugye a mai világban tudjuk milyen a bíróság, úgy bíráskodik, ahogy akar. Ha egyszer nincs az ilyen gyönyörűen kimunkálva. Továbbá a férjemet kicsit fényezem, szóval azt mondja ugye a várhatóan az új törvény, hogy a helyi szervezetek fogják majd eldönteni, hogy ki kaphatja majd az állami földekből, meg a szabadon vált földekből, és ugye ezek a helyi szervezetek sehol nincsenek, illetve van a kamara, de a kamarával olyan gond van, hogy csak 7%, mikor meghirdették a választásokat, csak 7%-a ment el a parasztságnak. Tehát ennyire legitim kamara fogja majd meghatározni a helyi szervezet, nem a helyi gazdaszervezetek fogják meghatározni, mert a helyi gazdaszervezetek még sehol nincsenek. Ezért te mondd el, szíves, hogy... Tehát január 13-án megalakítottam a megyei gazdatanács szervezetet, amit a megyénében is jegyeztettünk, arra gondolva, hogy a polgármesteri hivatal ad egy főt, a kamara és a helyi gazdák 3-at. És akkor mehet a vita, hogy eladó 10 hektár föld, most itt van a Jancsika, 19 éves, nincs még neki semmi, indulni akar, neki kell adni. Vagy a másiknak kevesebb van, neki kell adni. De nem kaphatja meg egy másik faluba lévő, vagy ne talán egy külföldi. Ugyanígy a bérleteknél. Tehát ez a célunk, hogy ezt a gazdatanács
korona gazda tanács legyen az elbírálója, aki ott él a faluban, nem a szomszéd faluban, a saját falujában. És vétójoga legyen. Vétójoga legyen, és akkor megvan, hogy az eladó föld vagy a bérbe adó kit illet meg. Igen ám, csak hát a törvény nem a gazdatanácsokban, és főleg nem a korona gazdatanácsokban fog gondolkodni, hanem az általa megjelölt és kinevezett emberek. Természetes. És ez a szerveződés, azért tisztázzuk azt, van egyszer a gazdatanács, ami Kajászon szerveződött. Igen. És van most a tieteké, ami a korona, szent korona. Az csak Kajászon elhangzott. De ott nem szerveztek be egyet se, sőt, még Fejér megyébe is én szerveztem, és én 13-ára megszerveztem a megyeit, sőt, az országba több helyen elküldtem ezt a lehetőséget, és vannak, dokumentumok, akik csinálják. Tehát végeredményben az egész gazdatanácsot azt nem kérkedem, de én csináltam az országban mai napig. Jó, de és ébredni kellene a parasztságnak, és mindenkinek a helyébe, csak egy mozgalom formájába be kell jelenteni a jegyzőnek, hogy megvan nekünk a alap dokumentumok, de ha nem, akkor saját maga ír egy jegyzőkönyvet, és tájékoztatja a falunak a jegyzőit, hogy megalakultak, és működnek, és majd később összefogunk, ugye? Most ennek a gazdatanácsnak ugye az a célja egyszer, földvédelem, földigazságos bérletbeadás vagy eladása, piacok szervezése, a falu egymást lássa egyik paprikából, másik paradicsommal, a fölösleget a környező nagyobb kis városokba vigyék el, és ezáltal munkahely bővülés lesz, az embereknek egy kicsit több pénze lesz, és nem kell a multinak a Honoluluból idehozott lepermezedett zöldségét, meg mindent. Ugye? Tehát ha ezt el tudjuk indítani, akkor az egész gazda társadalom fölélegzik, már pedig a kicsik. Ha most itt a tévé nyilvánosság előtt kijelentjük, hogyha a kisgazda párt e-mail címére küldenek megkeresést ebben és ezt továbbítjuk neked, mint ennek az egyik főszervezője, akkor nyilván úgy gondolom, hogy kapcsolatot felvennéd. Természetesen. És kialakítanátok egy olyan kapcsolatrendszer, amely akár politikai súllyal is tudna egy adott esetben bírni. Hát igen, mert azért szeretném ezt az egészet, tehát egyszer, hogy a magyar földet megvédjük, másodszor a magyar paraszt ne legyen kisemmizett, kapja vissza a régi affinitását, lehetőségét, a termelését, és ezáltal ugye, mint régen voltak háború előtt, vagy még utána, feldolgozó üzemeink, most semmink nincs, ugye? Tehát, ha eljövök az egyesén Budapestre, 200-220 kamiont előzök meg. Olyan gyorsan hajtasz? Hát ugye én jövök, 130 azok megjönnek 90-nel. 80-nál. És nem egyszer 20-22-23 kamion van már egymás mellett Pestre. Hát ilyen vadsofőr? Ja, igen. Ilyen tempos az életben is? Hát igen, eléggé kora ellenére, 77 éves még csak. Jaj, tényleg. Igen, én 74. 78-dik a tipró. Fél időn vagyok, mert áprilisban töltöm a 78-at. Hát, megmondom őszintén, szeretnék így kinézni, ahogy ti 78 hát, éves korodban. Mondok, ennek van ám egy titka. Na? Nekem van 5 barátnőm. Igen, most mondjam. 12 éves a legfiatalabb, és 74 éves a legöves. Ők simogatnak. Szóval az unokákról beszél. Igen, persze. 7 unokánk van, hála jó Istennek, igen. Az nagy áldás, nagy áldás. Na és az unokák közül ki akar gazda lenni? Hát a legkisebb fiamnak a negyedik kis unokája, a negyedik gyerek. Kint vagyunk a szőlőbe, és a szomszédnak a padján ülünk,
és ott van a bátyával, és hát volt egy olyan 4 méteres rész, ahol a kocsival beszoktam állni, hát aztán volt benn paré ez az amaz, azt mondja, Kálói, gyere, huszkodjuk ki ezeket a gazokat, ne mondják a szomszédok, hogy az Imre papa szőlője gazos. Hát akkor öt éves. Még kicsit sejtített. És akkor, ha jön hozzánk, akkor a kertjükbe tép füvet odaadja az apjának, hogy a Imre papa tyúkjainak vidd el. És most már csak tyúkjaitok vannak? Hát nem. Na, mitek van még? Milyen állatotok? Hát van ló, na, sertés, szarvasmara tavaly megszűnt, az is volt szürke 60 darab, de hát már... Szürke? Szürke, de hát ugye, mivel nem volt a föld, más már annyira kiszorultunk, hogy nem tudtuk tartani. Hát most már csak 40 birkám van, még 6 kecském, meg vagy 50-60 sertés malacokkal együtt. Hát akkor van mit dolgozni. Hát van azért. Meghátjuk, most kaptam 2 pávát a gyerekektől, az unokáktól. Nem is gondoltam. És még akkor... komondorok vannak. Aha, a szép állat, szép állat. És csak ketten gondozzátok, vagy vannak segítségünk? Nem, van segítségünk, persze. Öreg harcos. Hát nekem volt 148 kisbéri félvérem. Na, az micsoda? Ló. Mennyi? 148. De az a maximum volt. Ez volt a maximum. 36 kis csikó egy évjáratba. Jaj, szentek. Kisbériben. És azt én fedeztettem. Tehát ott nem volt semmi. Ha majdnem azt hittem, hogy azt mondja, hogy én fedeztem. Hát az, hogy nem mesterségesen, hanem... Természetesen. Kisbéri ménnel, hát... a rádiházi forintos 8. És mit csinálsz a lovakkal? Hát lassan lecsökkent, ilyen most már 90-re, átveszi azért a fiunkat. Tényleg? Igen. Na, ez jó. 20 lovat kapott mindegyik. Tényleg? De. Most már Péter csinálja a kisebbik, aki egy tanyán van velünk együtt. Mi a tanyán laktok? Kint egy tanya. Hát a város szélén, hát egy 20 hektáros tanya. És akkor most összesen hány ló van? Hát most csak 60-80 a Petinek, az Iminek meg 50. 2 vagy 53. Jó, de mit csinálnak ebben a sok lóval? Hát, mi is mondjuk sokszor. Sajnos ugye visszaesett minden, mert valamikor rengeteg osztrák, meg német vendégünk volt, laktunk Esztergomba is soká, tehát ma ott elkezdtük Lepencén, és hát vadászlovaglásokat szerveztünk. Aha. Hát megőrültek a németek. Még te ifából elvittem le a határon túlna. Hirtelen. Aztán ez lassan leült, ugye? Lassan leült. Hát most versenyezgetnek elég jó eredményt, a 10 éves, 13 éves unokám most 47 ugró versenyen a 6. lett. Pongrácz Lilián, igen. Tényleg? Igen, hát ők viszik tovább azért a... Akkor volt is átok, ott is Budapest bajnokságot nyertek, meg sok mindent. Ja, német benyünk van, aki viszont 5 tusába, Moszkvába ezüstérmes, 5 csapat tagja volt. Aha. Német. Hát azt vártam volna, hogy ebben kezditek. Hát ez, ja. ez megmondom, ez egy csodálatos dolog, hogy az egyrészt a családban tovább viszik a dolgot, ráadásul mondhatnám azt, hogy versenylovakat tenyésztenek. Hát igen, ez most nagyon az, igen, nagyon sokat áldoz rá a fiam, igen. És gondolom, ad is el lovakat. Hát persze. Persze. Hát most volt Bábolnán egy verseny, és hát az egyik lovunk, már a lovát, a Petinek a lovárért 20 000 eurót ígértek. És nem adta oda, Imre olyan mérges volt. Mert mikor indult a ló, akkor az öreg... Egy öreg bácsi azt mondta nekem, bácsi, hogy fiam, egyet ne felejts el. Ha jön a vevő, a lóért, a legkedvesebb lovadat oda körni. Nem adtam oda, és 5 lovam ment el, egy balesetbe pusztult el, meg egyet fejbe lőttek a vadászok, nem tudjuk ki. Szóval minden, amiket nem adtam oda, azok eltűntek. És akkor megfogadtam, mert se nincs lovat elköadni. Amikor... Rozit is akkor kell táncba adni, mikor viszik, ugye? Hát igen. Ez jó hallgatni az ilyeneket. Egyrészt azért, mert hát ilyen korban még ilyen szellemi frissesség,
és tenni akarás. Lehet, hogy a munka az fiatalít? Hát ugye egyet kell tudomásul venni, hogy a gyárokba a stahanovistáktól kezdve a legrosszabb munkásig nyugdíjba ment, becsukta az ajtót, vagy nézte a tévét, ült az udvarba, vagy a teraszon, vagy elment horgászni. Mit csinál a szemét parasztember? Amíg tud mozogni, addig dolgozik. Segít a családnak. És ez jobban fönntartja a az életet. Hát amikor én megvettem ezt a gazdaságot, azt mondja a fiam a második éven, mert a kisebbik, hogy édesapám, én elmegyek tanulni, mert a mezőgazdaságunk nem fogunk megélni, tönkre megyünk. Hát sokat küzdöttünk. Hát beleegyeztem, elment Münchenbe, Külker tagozatra. És végeredményben, amikor végzett, akkor az MTI Energinek lett a német cégnek a magyarországi képviselete. Ezek ilyen biogázüzemeket csináltak, és hát 5 évig csinálta, de nem volt itt rá támogatás, és 50-ből 25-öt elnyert az országba, de nem igen kaptak támogatást. Aztán nem akartak már neki fizetni, és mondta, hogy viszlát. Csinált egy biogáz tervező, kivitelező, karbantartó céget. 47 családot tart el ma, és most már 9 vagy a 10-et csinálja az országba, saját területünkön is van egy, és mostant van egy, mert megvettem én egy sertéstelepet még emellé, a tanya mellé, mert amikor oda mentem, vagy előtte, mi volt, hogy TSZ-elnök leszek, aztán mégse sikerült nekik megválasztani engem, és olyan büdös volt a sertéstelepen, 4500 hízó volt, de hát nem volt technika. Folyott, ment ki a földre, a tóba, de büdös volt. És én is csináltam egy darabig, elég az hozzá, hogy aztán a fiam azt mondja, édesapám azt mondja, újítsuk fel ezt a sertéstelepet. Mondom, fiam, menjünk, nézzünk. El voltunk Németországba, Ausztriába, Franciaországba, 17 tanyát néztünk, és a németeknél a német állami minta sertéstelepet is néztük, és ugye a fiam perfekt beszél német, és nagyon összebarátkozott ezzel az idős úrral, aki már nyugdíjban van. És most nemrég eljött hozzánk, és azt mondta, Péter, túltettél a németeken. Most olyan modern sertéstelep épül, hogy hihetetlen, hűtés, fűtés, kifutóval, mert az a sertés, amelyik nem csak a ketrecben van felél alatt, hanem kifut, az 15-25%-kal többet fizetnek érte, mert más a húsa minden. Uh-huh. És úgy volt, hogy itt 1000 koca lesz, de a városba összefogtak ellenünk, aztán 530 aláírásítottak az MSZP-sek, és a környezetvédők folytatták le, és mondták, hogy uraim, semmi gond, ha a technológiát, előírásokat nem tartja be a tulajdonos, akkor szankcionáljuk. És volt egy, vagy hát él egy ember, aki ott volt 16 évig sertés telepvezető, és mondta, hogy mi a bajotok? Én nekem gumikesztyűm csak ilyen kicsi volt meg mindenkinek. Nem volt még az idáig őrő gumikesztyű meg a gumicsizma. Térdig jártunk a szarba. Térdig nyúkáltunk a szarba. Na jó van, Imre. Jó, de hát... Naturálisan. De hát nem baj. És itt vagyunk egészségesen. De az is már most, 80 fölött van. Most meg azt mondja, itt minden el van vezetve, egy korszerű technológia. Szag tehát nem lesz, mert abból kell a gáz csinálni. Ha szag lesz valami, az nulla. Mikor paraszt gyerek voltál, vagy falu laktál, a szomszédnál nagyobb volt a szag. Na, ugye, jött az Orbán uréknak a rendelete, hogy a város közepén is lehet sertéstelep. És akkor jöttek, mondták, hogy hát győztél. Mondom, miért? Mikor játszottam én ma MB2-ben? Hát ma nem kosarazok, nem focizok, mit győztem? Tudod te? Ugye? Mert hát azt mondták, hogy itt a Szöllőhegy, itt a kethelyi sertéstelep, a miénk. És azt mondja az úr, hogy András, a szomszédnak, úgy érzed ezt a büdös disznózaut? Az öreg paraszt azt mondja, nem érzek semmit. Hát, ilyen. Én elmentem a gyűlés előtt hozzá, ez volt a polgármester, én nagyon jóba vagyok vele, és
mindenütt beszélünk, azt mondom, most azt kell eldöntened, hogy kethelyi disznó szarszagot élő, vagy hát kisbér. Hát ezt így kell megmondani. Na, jó van. És gondolkozok, mondom, ne gondolkozzál, segítek. Kethelyen van sertés, kisbérem még nincs. Akkor miért minket támadsz? Ja, mert ugye nálunk még meg se épült az egész. És a biogáz meg, hát ha elmegy a szag, akkor nincs gáz, mert a szagból, tehát ott is egy zárt rendszer van. És ami nagyon fontos a biogáznál, hogy akárha egy veszteséges mezőgazdasági üzemegység van, akkor is a biogáz rentábilissá teszi, főleg így, hogyha Unió még ad a gáz megépítéshez támogatást, már pedig ugye erre az alternatív energiára a más, a egyéb Szovjetunióból, is bocsánat, Oroszországból hozott gáz kiváltása helyette, hát erre nagy szüksége van az országnak. És ugye a nem, melléktermék az a... Mondasz. Tessék? Itt nem gáz termelődik, hanem áram. Na, hát igen. Na, te ne szólj ebben, mert ezt én nem tudod. Na, akkor te mondd tovább. Tehát szeret beszélni mindig. Elég az hozzá, nem hogy, baj az. Hogy ugye a sertés trágyából gáz keletkezik, meg egyéb termékekből, és az bemegy a gázmotorba, a gázmotor pedig áramot termel, ami megy a nagy vezetékbe. Ami visszamarad, az már bioanyag, kénlekötés, minden megtörténik, és ugye mit ad Isten? Ahhoz, hogy mi kivigyük a földre, valaki ére vagy akár, akkor nem tudom, milyen föld mintákat kell biotrágyát produkálni, de hogy ha én veszek 10 mázsa műtrágyát, vagy 12-t, és kiteszem egy hektár földre, ahhoz nem kell engedély. Tehát itt van a magyar elnyomva a multival szembe. Szóval, hagyj értsem. Ha természetes trágyát viszel ki a földre, ahhoz engedély kell? Hát igen, föld minta kell. De miről kell a trágyázott földről? A földnek, nem, a trágyázás előtti földnek a pH, meg egyéb értékeiről. De a műtrágyánál nem kell. És biotrágyát viszel ki a földre. Értem. Mert a méreganyagokat azt elhasználják a biogázba, érted? Mm. Tehát teljesen tiszta bio, és ezen a bio trágyán akár egy biogazdaság is mellettünk tudna funkcionálni. Na most ez a sertéstelep most már működik? A sertéstelep még nem, az csak decemberben lesz kész, de a biogáz az már 2 éve lesz, hogy működik. Na de hogy működik, ha nincsen? Úgy, hogy környén 40-50 ezer sertéstelepe van a Hollandra, még egyéb helyeken, és azt szállítja oda ezt a fekáliát. De akkor csak végig szagosítja az utat? Hát nem, azért zárt, annyira, mert zárt erényben van. Mondjuk ami szag az, hogy például az ászári TS-től a marhatrágyát hozzuk, tehát az már nyitottban van, az mondjuk a végül a városon azért annak is van szaga, meg ahova betesszük egy ilyen silógödörbe, ott is van, de hát mi vagyunk legközelebb. És mi nem is érezzük. Jó, már megszokták. De ezért ti fizettek? A trágyáért? Igen. Valamit, nem tudom mennyit fizetnek a Péterék. Szóval egyszer örülnek, hogy elhozzák, de igen, azért valami honorárium van. Szóval. Hát plusz a szállítási költség. Azért mondom, azért pénzbe kell. Na, akkor... Ti most itt följöttetek Pestre a Kisgazda Párt elnökségi ülésére, és milyen üzenettel tértek vissza a környezetbe? Mi az, ami számotokra még mindig érdekessé teszi a Kisgazda Párt? Hát 74-78 évesen már az emberek úgy nagyjából a tévére szoktak le szövekelni, és aztán semmi más nem érdekli őket, csak a sorozatok. Hát gondolom, ti elég kevés tévét néztek. Az időjárás, meg a Szaniszló Ferencet, meg a híreket azért. Aha, szóval kedvenc műsorok. Az kész, nincs. Tehát mégis, hogy így aktivizáltátok magatokat a Kisgazda Párt újjászervezésében, mi mozgatott benneteket? Hát egyszer a saját sorsunk, hogy önző legyek, vagy ne legyek önző, de
hogy a saját sorsom és a saját sorsunkon keresztül, ugye nem beszélve Győr-Sopron megyéről, a megyéről, ahol már szinte nincs magánkétben majdnem föld, külföldieké, ugye, vagy akár már Tiszán, akárhol. Tehát ugye úgy látjuk, hogy a kormány mondja, hogy így, úgy, Bábolnán voltunk, és föltettem a kérdést, és ott az államtitkár azt mondta, hogy földkérdésben a zsebszerződés, semmi is el van intézve. Hát erre várjuk. De megkérdeztem tőle, ott nem lehetett kint, hogy törvény, azt nem tudott mondani. Ugye? Tehát úgy érezzük, hogy nincs rendben, nincs megoldva a dolog. Ugye hát itt én a Ruszik Péteréknél több mint egy éve ángyámmal ezzel az a Tanká Endrével, meg 30-40-en összejövünk, és próbáljuk a szülőföldért mozgalmat, meg mindent tehát harcolni, és azt mondtam, hogy nincs mese, a gazdatanácson keresztül próbálom meg az országot megszervezni, hogy legyen egy erő, és én érzem, hogy a kis gazdapártnak az egyik alappillére lehet ez a gazdatanács mozgalom. A korona gazdatanács mozgalom. Jó, akkor még egy kérdés ebben kapcsolatban. Miért váltatok le az eredeti gazdatanácsról? Azért váltunk le, mert Kajászón ugye nagyon belelkesedtem, és tényleg 13 nap alatt szinte, hát nem 13, több nap alatt megszerveztem a megyébe, és úgy éreztem, hogy ott azok, akik ezt próbálták elindítani, azok nem a parasztság oldalán voltak, és ugye le akarták nyúlni tőlem ezt a szervezést, vagyis hát az eredményt, amit a Varga István közgazdász szólt, megvétóztunk. És én ezt a tiszta lelkemből a magyar embereknek, az országnak az érdekébe teszem. Arról a Varga Istvánról beszélsz, aki most a devizahitelesek érdekében. Igen. Igen. Ha megengeditek, akkor majd tolmácsolom neki az üdvözletet. Mert nekem is régió barátom. Én is nagyon jó vagyok. Harcos társam. Igen, hát ő is a Fennmaradás mozgalomnak az egyik alapító tagja, Siklaki István által kezdeményezett. Siklaki. Hát úgy volt, hogy megyek vele. Lóta Gábor, Hajdunánásra, mert ott lesz egy külön pénz, helyi pénz, aztán ő elment, de mondta, hogy nem úgy alakult, ahogy gondolta, mert hogy ottan nyomtuk volna még ezt a dolgot is, sőt a lányám professzorra meg több helyiségbe elmentem, és mindig szólaltam. Végül mi a kormánynak az ígéretei mellett vagyunk, illetve annak a végrehajtása mellett, mert ugyanis ugye a Fidesznek a koncepciója a földre vonatkozóan nagyon szép, és egyszerűen azt szeretnénk, hogy Orbánnak is, ha megvan ez a gazdatanács mozgalom, akkor van egy hivatkozási alapja, az őt támadó egyrészt a belső oligarchákkal szemben, másrészt meg a nyugatról, mert itt vannak ám, nem csak a nyugat-európaiak vannak itt, hát Magyarországonnak akkora kincsei vannak, itt vannak a szaudarábok, a kínaiak, és az egész világban tudják, hogy micsoda kincs van nálunk, és mind itt toporognak a magyar földér. Tehát, hogyha mi lent parasztok csöndbe hallgatjuk, hogy jól van, hát persze minden megy, és ha Orbánnak nincsen egy stábja, nincsenek meg a parasztemberek, egy megszervezett, jól megszervezett háttér, mint ugye már Nyugat-Európában a francia parasztok kidöntötték a magyar májas kocsikat, meg mit tudom én, tehát nekünk is parasztoknak, ha nem szervezünk meg magunkat, akkor úgy kell nekünk, ha akármit csinálnak is, és Orbán maga nem tudja tartani a hátát, ha nincs egy szervezet. Tehát ez is nagyon fontos. Továbbá az is, hogy Orbán tanácsadói körébe is majd a gazdatanácsból bemennek, azt megmondják, hogy miniszter úr nem jól mondja a tanácsadója, vagy miniszterelnök úr, hanem így meg így van. Tehát mi jó hiszeműen próbáljuk, és majd meglátjuk, hogy hát ez igen. Hogyan alakul. Nekünk hát nem lehet aludni a parasztoknak. Én azt javasoltam, hogy nem kell itt foglalkozni a földtörvénye, egy-egyedbe átkövenni az osztrák földtörvényt. És
meg van oldva. Amikor velem csináltuk egy riportot, azon a napon kimentek a célpontosok Ausztriába, és nem tudtak, vitték a 3-4-5 millió forintot, hogy vesznek valamelyik is földet. Hát úgy elhajtották őket mindenfele. Majd azt mondja, ha itt nem lesz jelentkező, de azt mondja, itt eladó egy föld, már a szomszéd tudja, már meg is vette. Se a német senki nem vehet. Itt vannak nálam olyan anyagok, hogy szóval nem, itt nincs mese. Igen, ám, de itten felvetetted, Juci néni, hogy Orbán Viktor a beszédjeiben, meg a kinyilatkoztatásaiban arról beszél, hogy a magyar föld nem eladó. Na de akkor hogy magyarázod azt, hogy Ángyán professzor kilépett a frakcióból, lényegében szembeszállt a miniszterelnök által megvalósított törvényekkel kapcsolatosan, akkor itt valami nem kerek. Pontosan így van. Hát így hát van, ezért is várjuk a jó fejleményeket, várjuk. Budai úr is most megígérte. Tehát mi várunk, illetve hát szerveződünk alulról, hogyha mégse úgy van, akkor mi ott vagyunk. Az a baj, ugye, hogy amit az Ángyán professzor és a Bencsik András beadott 71 módosító javaslatot, szóval nem fogadták el. És a civil szervezet pedig minden egyes pontjukat elfogadta, az MSZP adott be 30 vagy 40-et, abból alig fogadott el, az LMP-jéből is sokat elfogadott, a Jobbikéből is. Tehát azért akkor itt nem valami... A 130 civil szervezet, akik beadták, ja. Ugye, mondták, hogy a földtörvényből melyik az, amelyik megfelel a magyar érdekeknek, melyik az, ami nem. És azért ott vannak gondok, szóval nem tudjuk. Várjuk, nagyon várjuk, hogy a kormányprogram teljesüljön. Amit annak idején elhatároztak. Ha jól értelmezem, akkor a kisgazdapárton belüli aktivitásatokat ez is meghatározza, hogy legyen egy olyan párt, amelyik az életből hozott tapasztalatok alapján a magyar érdekeket és a magyar gazdák érdekeit tudja képviselni. Hát... Igen, mert akkor, hogyha a paraszt megmarad a falvakba, és nem világgá kényszerül menni, mert a munkaerejét kint is nagyon szeretik, mert a parasztgazdaságban fölnőtt fiatalok, azoknak a készségei, a munkabírása, az okossága, az kell nyugaton is. De nekünk az a célunk, hogy itt maradjunk és megmaradjunk, mert ha, mint mondtam, az imát, a nyelvet, a dalt, a táncot, a hagyomány, ugye a hitet, a szakralitást, mert attól félnek legjobban. Ugye, mert az ateista Európai Unió, ugye, legjobban a Szent Koronától fél, meg amögött állon ősboldog asszonyunk, meg Krisztusnak az igazságai vannak, ugye? Hát az Unióban. Az örök, a Szent Koronatanban minden néző jegyezze már meg egyszer, hogy a Szent Koronában az örök isteni és az örök emberi igazságok letéptevényesei van benne, és minket ezer év óta, illetve még azelőtt is, több ezer éve, a Szent Korona, mert ugye maga a Szent Korona tan, meg hát a Szent Korona is Jézusnak az igazságaiból ered tulajdonképpen. Tehát, ha minket ez több száz éven megóvott, hogy a Habsburgok félve tisztelték a Szent Koronát, és ezért nem tudtak bennünket teljesen fölfalni, gyarmat teljesen tönkretenni, meg a finnugorizmussal épp eleget ártottak, de ez megvédett bennünket, és a 1200-as évektől már a nyugati demokráciák, illetve a nyugati vezetők, akár királyságok, fejedelemségeket már mind az akkori oligarchák, a pénzügyi oligarchák, a Rothschildok, a Fuggerek, meg a többi, már mind fölfalták, már mind minket, meg a Szent Korona megvédett egészen a kiegyezés táján, ugye ott aztán sajnos... Elszaladt a dolog, aztán jött Trianon is, meg egyéb bajok. Tehát, meg ugye a finnugorizmus, ami még most is ott van az oktatásunkban.
Tehát mindenki vegye tudomásul, hogy a Szent Koronának az elveire és a törvényeire kell a magyarságnak visszatérni. És ez lesz a példája Nyugat-Európának is. Tisztelt Hölgyeim! Bocsánat, hogy ennyire elkalandoztad, de ezt annyira fontosnak érzem. Nem. Papa. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves nézőim! Most egy idős házaspárt, korban idős házaspárt láttunk vendégül, akik mind szellemileg, mind a haza iránti szolgálatban teljesen fiatalok. És engedjék meg, hogy Juci néninek a kezét megcsókoljam. Köszönöm. Mert ez a hit, amit itt azért megtapasztalhattak, és az a józanság, ami a magyar gazdát mindig is jelképezte, nagyon kell ebben az országban. Mert ő nélkülük, és az ilyen mentalitás nélkül tényleg elvész a nemzet. Szóval köszönöm szépen, hogy végignézték műsorunkat, és találkozunk még nagyon értékes, kedves kisgazdákkal, akik a saját életükön átmutatják meg, hogy igenis jó kisgazdának lenni. Mert a kisgazdák mindig szeretetből fakadóan viszonyultak az országhoz. Nem érdekből, hanem azért, mert csak szeretetből lehet az országot szolgálni. Minden más megközelítés csak kirablóvá teszi az illetőt. És most azt látjuk, hogy az országot a rendszerváltással kirabolták. És még tovább akarják rabolni. Most az utolsó mencsvárunk a magyar föld, és ami Sőnye. Alatta van. Ehhez kérjük a segítségüket, és akik a korona gazdatanácsokkal kapcsolatba akarnak lépni, kérem, az e-mail címünkre írjanak, továbbítjuk Imre bátyámnak, illetve Juci néninek, akik az utolsó leheletükig szolgálni fogják a hazát. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen!